Többen megsérültek egy autószerelő műhelyben Szolnokon, amikor ma reggel eddig ismeretlen okokból felrobbant egy gázpalack. A Daru utcai műhelyhez reggel 8 óra után riasztották a mentőket és a tűzoltókat, ugyanis a robbanásban egy ember súlyos életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A férfit másfél óráig ápolták a helyszínen, majd mentőhelikopterrel szállították a budapesti Szent István kórházba a másik életveszélyes, illetve a könnyebben sérültet a Hetényi Géza megyei kórházba vitték a mentők. A robbanás erejétől az épület ablakai kitörtek, az üvegcserepek 10 méter sugarú körben szóródtak szét, több parkolójárművet is megrongálva, illetve az épület tetőszerkezetében, valamint a szomszédos garázsokban is jelentős károk keletkeztek.